jó látni benneteket, hogy így ennyien itt vagytok, és tényleg remélem, hogy mindenki megtalálja a legjobb helyét, hogy hol van a helye, és mire hívta el Isten. És ma egy kicsit erről szeretnék veletek együtt gondolkodni, majd az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből szeretnék olvasni veletek együtt a Bibliából. Nem találtam jobb kifejezést, ezért én nem szeretem nagyon az angol dolgokat, de mégis egy angol kifejezést találtam erre, amiről szeretnék beszélni, ez a change maker. Hogy azt szeretném, hogy ti lennétek olyanok, akik változást tudtok hozni, és változást tudtok munkálni. Olyan változást, hogy megváltozzon a ti életetek, megváltozzon a családotok élete, amiből jöttök, főleg akkor, hogyha még nem is hívők, megváltozzon az a családnak az élete, amiben bekerültök, az a munkahely, ahova kerültök, az a suli, ahol vagytok, hogy megváltozzanak körülöttetek a dolgok. Hogy megváltozzon ez a város, hogy megváltozzon a szülőfalod, a szülővárosod, ahonnan jössz. Megváltozzon ez az egész ország, az egész Kárpát-medence. Értitek? Tehát, hogy Isten erre hívott bennünket, hogy valami változás történjen. És ez a változás először bennünk kell történjen. És minél jobban meg fogom érteni azt, hogy Isten mire hívott el, annál jobban fogom tudni ezt a változást munkálni. 21 évvel ezelőtt hallottam meg tényleg úgy a szívembe, hogy Isten tényleg szól hozzám, és azt mondja, hogy ahol vagyok, ott nem vagyok jó helyen. Ugyanis 2002, lehet, hogy valaki nem is élt akkor, 2002 karácsonyán én már 2 éve jártam a gyülekezetben, és nagyon megérintett a karácsonyi égehirdetés, és volt döntésre hívás, és mondták, hogy emelje fel a kezét, felemeltem a kezemet, és mondták, hogy jó, és aki felemelt, tudjátok, a beugratás, hogy beemelte, felemelt a kezét, akkor az jöjjön előre. Hát mondom, nem megyek előre, mert karácsony van, telve van az imaház, most pont így nem biztos nem megyek előre, de nagyon megérintett akkor Isten jelenléte. És akkor odajöttek a fiatalok, és akkor hívtak engem, hogy nincs kedved együtt szilveszterezni. És nekem meg volt egy baráti köröm, ahonnan én jöttem, és hát ott már így leszerveztük a bulit, hogy lesz pia, hogy pont ugyanannyi fiú lesz, mint amennyi lány, hogy az esélyét megadjuk annak, hogy bármi lehessen. Hát ugye világi módon így gondolkodtam 17-18 évesen, és hát gondoltam magamba, biztos nagyon izgalmas lehet egy gyülekezet ifjúságával szilveszterezni, aranyos keresztény dalokat énekelgetni, meg átimádkozni magunkat a következő évben, meg ilyesmi. Tehát gondoltam, hogy köszönöm szépen, de nem. És elmentem a barátaimmal szilveszterezni. És akkor hallottam először Isten hangját, amikor azt mondta nekem, hogy nem vagy jó helyen. És nem a fülemmel hallottam, de egyszerűen úgy rám terhelődött egész este, 2002. december 31-én ott a szilveszteri buliba ez a nyomás, hogy én nem vagyok jó helyen. Én nem vagyok jó helyen, ott hagytam az egészet. Akkor már voltak mobiltelefonok, képzétek el. És ez azért érdekes, mert ugye volt mobilunk, és senki nem hívott föl. Senkinek nem tűnt föl, hogy én eljöttem a buliról. Az én barátaimnak nem tűnt föl. Pár nap múlva találkoztunk az iskolába, és úgy beszéltek a buliról, mint hogy én is ott lettem volna. Nem tűnt föl nekik. Isten azt mondta nekem, amikor éreztem, hogy valami nincs rendben, azt mondta, nem vagy jó helyen. És elkezdett hívni. És kimozdultam, és lényeg az, hogy én január 1-én ott átadtam az életemet Jézusnak, a buszmegállóba, hogy vártam a buszt, hogy hazamehessek. És akkor Isten meghívott. Meghívott egy életre, hogy vele járjak. Akkor én voltam az első és egyetlen hívő a családomból, és sokszor úgy éreztem, hogy hát, uram, hogy így nagyon rossz, de jó azoknak, akiknek hívő a családjuk, hát én nekem meg itt elváltak a szüleim, itt küszködnek mindenféle függőséggel, hát borzasztó. És elkezdtem imádkozni, és akkor utána, hát azért egy 7-8 évre rá, de megtért édesapám, én merítettem be saját édesapámat, ott volt nálunk a gyülekezetben sokáig, mert a Biblia mondja egyébként, Joel próféta, hogy majd az utolsó időkben Isten eljön, és az apák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az apákhoz fordítja. Igaz? Először a mennyei apához, atyához, de a földi síkon is igaz. Aztán pont abban az évben leérettségiztem, elkerültem egyetemre. Én Szegedre kerültem, biológusnak tanultam, biológusként is dolgoztam 9 éven keresztül, kutatóbiológusként. És Isten
megtöltötte a szívemet örömmel, és én megmondtam mindenkinek az egyetemen. És akkor képzeljétek el, hogy így kialakítottunk egy ilyen kis bibliakört, és elkezdtek jönni a biológusok, és beszélgetünk a teremtésről, meg arról, hogy hogyan lehet föltámadni a halálból, meg mit mond Isten. Előtte egy pár hónappal előtte tértem meg én is. Hát én csak azt mondtam, amit így olvastunk a Bibliát, imádkoztunk, hát akkor ez igaz, ez valóság is. Beszélgetünk, és lényeg az, hogy többen megtértek. Tehát több mint 20-an megtértek ez alatt az 5 év alatt, akik el is köteleződtek, be is merítkeztek, és élő módon egy-egy gyülekezetnek a tagja. És voltak olyanok is, akik megtértek, de nem találták a helyüket, és azt mondták, hogy de jó nekünk itt lenni ebbe az ifibe. De mondtam nekik, hogy mi ifi vagyunk, és átmenet, és mindjárt én is végzek, és lediplomázok, és akkor már nem lesz. És akkor Isten akkor hívott, és azt mondta, hogy akkor plantáljunk egy új gyülekezetet. Induljon egy új gyülekezet ezeknek az embereknek, akik nem találják a helyüket. Úgyhogy 16 évvel ezelőtt, 17 évvel lassan már 17 éve, belefogtunk ebbe a gyülekezet plantálásba. És létrejött Szegeden az Új Remény Baptista gyülekezet. És most az elmúlt időszakban Isten megengedte azt, hogy együtt munkálkodjunk másokkal, és az elmúlt 5 év során 2 gyülekezet születésénél lehettem ott, ami azóta működő, növekvő, evangelizáló gyülekezet, akiknek már vannak missziós házi csoportjai más helyeken. Közben elhívott bennünket Isten arra, hogy a gyülekezetünkkel is kezdjünk egy új gyülekezetplántálást egy pici faluban a román határtól nem messze. Ott is elkezdődött. Képzeljétek el, hogy vannak megtérők, vannak kíváncsiskodók. Nincsenek 300-an abban a pici faluban, de Isten odaküldött bennünket, és megjelent az Isten jelenléte. Aztán 4 évvel ezelőtt szólt hozzánk Isten a feleségemmel, hogy mi költözzünk el Szegedről Mórahalomra, az 25 kilométerre van, nincsenek protestánsok, senki, tehát az se református, se evangélikus, se baptista, semmi, és akkor beköltöztünk oda, és akkor megjegyezték az emberek, hogy igen, ti nem vagytok idevalók, mert ti jöttmentek, betelepülők vagytok, meg igen, ti szektások vagytok. Na így kezdtük a szolgálatot a mínuszról. Na most ott tartunk, hogy ha Isten megsegít, akkor októberben elindulnak az Isten tiszteleteink, és kaptunk helyet. Én bejárok az óvodába, egy állami óvoda, világi óvoda, nem keresztény, és az óvisoknak kezdtem bibliai ismeretet tartani, bibliai történeteket, képzeljétek el, zokni a kezemen, és elbábozom nekik a történeteket, de tényleg ilyen. És akkor jöttek a gyerekek, hogy nőttek, akkor az iskolába is most bemehetek, akkor szoktunk szervezni különböző programokat. Először mindenki azt mondta, hogy szektások, megérkeztünk, azt mondták, uram, itt mindenki katolikus, itt mindenki jó ember, maradjon is így. Tehát így kezdődött az egész. Tavaly csináltunk egy nagy evangelizációt a katolikus templomba, a katolikus pappal. Egy olyan embert hívtunk, a Billy McCurry testvért, egy baptista testvért, aki börtönbe ült, mert 2 embert végzett ki 16 éves korába, ugyanis Észak-Írországban az IRA, a katolikus terrorszervezet megölte az édesapját. És ő megesküdött rá, hogy annyi katolikust fog megölni, amennyit csak tud. És ezt a sztorit elkezdte mesélni a katolikus templomba, és a szegény plébános úr majdnem lefordult a székről, hogy... Láttam szegény úgy elsápat, hú, mondom, mindegy, uram, majd imádkozunk. Na szóval, de képzeljétek el, hogy akkor mesélte azt, hogy és ő kivégzett 2 embert, és még nem volt 16 éves, és elkapták, ott kapták el, hogy egy katolikus iskolát szeretett volna fölrobbantani, és helyezték el a pokolgépeket, és lebukott, és képzeljétek el, megtért a börtönbe. És megtért a börtönbe, és Isten elhívta, hogy legyen lelkész, és ott elmesélte a történetét, hogy hogy vezette Isten arra, hogy bocsásson meg, hogy vezette arra Isten, hogy ő magának is meg tudjon bocsátani, mint gyilkosnak, hogy Isten már nem így látja őt, és hogy hívta Isten a szolgálatra. És akkor a Billy befejezte, és akkor képzeljétek el, ez a katolikus pap fölállt, és azt mondta, testvérek, mindannyiunknak Jézusra van szükségünk. Úgyhogy most imádkozzunk, és aki nem ismeri Jézust, hívja be a szívébe. Ő mondta az este. Hát értitek, hogy ilyeneket élünk át, és ilyeneket látunk. És szerintetek ez csak nekem adatott meg? Vagy csak másoknak? Tehát én azt hiszem, hogy igenis Isten mindannyiunkat elhívott valamilyen szolgálta, valamilyen helyzete. A feleségem orvos. Ő ott az onkológián, a daganatos betegek között van a helyén, hogy imádkozik, és akinek tud az utolsó pillanatban, átadja a reménynek az üzenetét, hogy a földi élet az egy rövid, de van egy örökké valóság. És ott lehet lenni Jézus Krisztus által. És még lehet csodálatos gyógyulás is.
De teljesen mindegy, hogyha bűnös vagy, akkor nem lesz nagy minőségi változás. De ha megismered Jézust, bármi is legyen, a legjobb rész már megvan az életedben. Amen? Szóval erre szeretnélek benneteket buzdítani, hogy Isten adott egy csomó lehetőséget. Főleg, amikor az ember fiatal. Értitek? Tehát, hogy benne vagyunk, csak úgy a flow-ba, érted? Hogy ott vagy, ott közöttük vagy, benne vagy, és nem kell görcsöljél. A Szentírás azt mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ezt nem én mondom, hanem a római levélben Pál apostol a Szentlélek által Isten megbízásából írta le. Ha Isten ezt mondja, akkor én nem gondolhatok mást. Tehát azt mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Tehát ez azt jelenti, hogy rosszul gondolkozunk néha magunkról, amikor leértékeljük magunkat, és félünk elmondani azt az üzenetet, amit rajtunk kívül senki nem tud, és senki nem fog tudni átadni. Elárulok nektek egy pár titkot. Zenélni, néha jobban zenélnek nem keresztények, mint mi hívők. Ha igazán minőségi koncertre akarsz menni, akkor valószínűleg nem keresztény koncertre fogsz elmenni, és ott lesz a legjobb látvány, hangtechnika és minden egyéb. Értitek? Tehát nekünk nem szórakoztatni kell az embereket, hanem van egy olyan üzenetünk, amit csak mi kaptunk, és csak mi tudjuk átadni nekik. És nem elég csak az életeddel, érted? Hanem azt mondja a Biblia, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. Meg kell osztani. De hát ahhoz, hogy hiteles legyen, és legyen ereje és súlya a te beszédednek, úgy is kell éljél. Értitek? Hogy azon látszódjon. És ne féljél. És nem egy harmadrangú állampolgár vagy. És nem olyan, jaj, keresztény vagyok, és meg kell hunyászkodjak. Hanem Isten valami fantasztikus dolgot készített el mindannyiunk számára, akik őt követjük. És ebbe hív be bennünket Isten. És gondolj bele, hogy milyen meghívást kaptunk az élő Istentől. Nem csak arra hívott el bennünket Isten, hogy na jó van akkor, kapsz még egy esélyt. Hanem Jézus mondja, hogy gyere velem, gyere és kövess engem. Ahol Jézus van, ott lesz te is és én is. Amit Jézus tesz, elsősorból láthatjuk. Sőt, néha még részese lehetünk, mert néha mondta azt, hogy tudjátok mit, ti adjatok neki enni. Mi? Hát uram, 5 kenyér, 2 hal, nem lesz elég. Nem baj. Gyertek, csodát teszünk, együtt. És ha ott volt Jézus, lett csoda? Lett. Értitek, hogy mit akarok mondani? Hogy ilyen gazdag az Istennek az elhívása. És higgyétek el, hogy Isten rajtunk keresztül sok változást tud hozni. Hadd hozzak egy példát, Péter apostol. Péter és János. Mennek a gyűlibe vasár, vagy nem is vasárnap, azt mondják, hogy egy délután mennek a templomba imádkozni. Ima alkalom van, ez lehet, hogy szerda volt, és pont az ifi előtt, és hát gondoltuk, hamarabb végeztünk, jövünk akkor, Jeruzsálemi Egyetem, Tel Avivból most pont átjöttünk, és nem ott vagyunk, és mit tudom én, itt vagyunk, menjünk. És az ékes kapu, gyönyörű szép ékes kapunál, ott égtelenkedik egy oda nem illő, tudod, egy csoszkó, aki kéreget, és jaj, én gyülibe jövök, én nem akarok ilyet látni, nem? Érted, és most kéreget, meg most megállít, meg most, meg most akkor mi a jó, most adjak, de akkor mindenkinek adjak, és akkor semminek nem marad, de és fut az agyunkon végig ilyenkor minden, mert nekem is ilyenek szoktak végigfutni, érted? És Péter és János megáll, és rátekintenek, és látják, hogy ez az ember szerencsétlen valamit vár. És azt mondták, te, nekünk aranyunk, ezüstünk nincs, de amink van, az sokkal jobb ennél. És sokkal értékesebb ennél. És amink van, azt adjuk neked, hogy Jézus Krisztus nevébe kelj föl és járj. Nem ez történt? És fölállt. És változás történt. És képzétek el, hogy ők nem a csodánál ragadtak le. Jaj, de jó csodát tettünk. Ó, beindítjuk a Péter minisztrit, és akkor ezt így kell csinálni, és úgy kell, mindenkit idehozunk a kapuba. Mindenkiért pont így fogunk lenyúlni. És ezt mondjuk, nem. Hanem mire használták ezt az alkalmat? Amikor összejött a sokaság, hogy elkezdtek Jézusról beszélni mindenkinek. És a végeredmény az lett, hogy börtönbe kerültek, meg még meg is verték utána őket. De sokaknak az élete akkor megváltozott. Tudjátok, hogy hogy jutott el Jézus Krisztusnak az örömhíre ide hozzánk Európába? Úgyhogy senki nem akart Európába jönni. Ők azt gondolták, hogy az Közel-Kelet, Kis-Ázsia és majd Ázsia, az tök jó lesz. És bocsi, most, hogyha csak statisztika és a számok világa, akkor
Európában hányféle nyelvjárás van? Európában mennyi is a lakosság? Ázsiában bezzeg. Érted? Kínaiul tudsz? Hatalmas nagy ország. Oroszul? Hú! Gyakorlatilag Közép-Ázsiát végigjárhatod, mert mindenki tud oroszul. Érted? Mongóliától kezdve, Tadzsikisztánig, mindenhol. Azta. De Isten azt mondta, ne. Pál apostol, rosszul gondolkozol. Ne menj oda, menj Európába. Gyere be ide is, hogy a Kárpát-medencébe eljusson az örömhír, Nagyváradra, a városokba, a falvakba, a magyarokhoz, a románokhoz, a cigányokhoz, hogy menjen az evangélium. És tudod, hogy ezt nem egy ember tudta megcsinálni? Hanem azokat, akiket Isten elhívott erre. Kérlek, hogy gyertek és kapcsolódjunk be ebbe a történetbe, Apostolok cselekedetei 16. fejezetébe, és a 6-os versétől kérlek benneteket, hogy olvassuk el majd a 15-ös versig. Jó? Hadd kérlek benneteket, hogy álljunk föl, frissüljünk egy kicsit, jobban figyeljünk oda Isten igéjére, tiszteljük meg ezzel, és így hallgassuk. Azután Szilász és Pál átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Misszia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, ami szintén Kis-Ázsia, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért Misszián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás, vízió jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajoztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap Neapoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapon kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyült asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt bemerítkezett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek és szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Amen. Isten áldja meg az igét, foglaljunk helyet. Most nézzünk meg egy pár igazságot. Tehát értitek, hogy Pál apostolnak is voltak gondolatai, hogy ezt így lehetne csinálni. Tudjátok, hogy missziózott Pál? Bement a zsinagógába, és elkezdte a zsidók között a missziót. Tudjátok, hogy miért tette ezt? Szerintetek miért tette ezt? Mert Pál apostol zsidó volt. Így van. Tehát én azon kívül, hogy könnyelem meg piszíken, nem sokat tudok románul, tehát én se, hogyha bárhova elmennék, nem a románok között kezdeném a missziót, hanem a magyarok között. Szóval valaki megtér, majd tolmácsol. Érted? Vagy a túrót, majd mondja elő, én meg megyek tovább. Az lesz a legjobb, nem? Tehát értitek? Ezt csinálta Pál. Elmegyünk, megkeressük a zsidókat, ismerjük őket, bemegyünk a zsinagógába, olvasunk nekik, minden héberül el vagyunk, ott vannak érdeklődők, istenfélők, akik nem zsidó háttérből, nagyon jó. És azt mondta, hogy na, akkor folytatjuk a missziót egész Ázsiába. Azt mondta a Szentlélek. Pál, nem. Jó, akkor nem úgy, de azért maradjunk még a biztonságos keretek között. És Krisztus lelke másodjára is szól Pál apostolnak, és azt mondja, hogy nem. Nem mehetsz tovább. És háromszor kell szóljon neki a Szentlélek, a Szent Szellem, háromszor, hogy megértse, érted, hogy hova kell menjen. Mikor kapta ezt a látomást Pál apostol? Egyszer egy éjszaka látomásban. Tudjátok, hogy néha olyan rohanó az életünk, nekünk hívőknek, hogy nem tud hozzánk szólni Isten. Az, hogy egy nap elolvasol egy mai igét, az nem bibliaolvasás. Az még szinten tartás se. Csak lassú enyészet. Tehát ez a valóság, tehát sem tudok más mondani, értitek? Mert rohanunk. De én is ilyen vagyok, magamról is beszélek, nem csak rólatok, hanem én is magamon kapom ezt az egészet. Nem tud hozzám szólni Isten. Mert pörgök, mert megyek a gyerekemért, három gyerekem van az oviban, a suliban, most ez van, most az van, most kézilabdázik, most zongorán van, most ide. Most szolgálni kell, most gyűlésbe látogatás, most evangelizálunk, most Nagyváradra jövök. Most. És akkor mikor szóljon hozzám az Úr? Hát néha este, amikor végre csöndbe vagyok.
Érted? Végre befogom a számot, alszok, és akkor tud hozzám szólni Isten. Vagy másik, Isten kifektet egy betegséggel, nem azért, mert Isten gonosz, és ő betegítene meg, de megengedi, mert máshogy nem állok meg, és máshogy nem kezdek el gondolkodni. Nem tudom, te voltál már így, hogy Isten meg kellett állítson téged egy betegséggel, vagy csak este tudod hozzá szólni Isten, mert annyira a saját gondolataink után megyünk, meg hogy mit akarunk tervezni, hogy nem tudunk ráfigyelni. Na ebben a látomásban Isten beszélt Pálhoz. Egy makedón férfi jelent meg, egy macedón férfi, és mondta, hogy gyere át Macedóniába. Egy teljesen ismeretlen helyre. Hát értitek? Nagyon tetszik ez a rész, és ezt hagy olvassam föl még egyszer, a 10-es verset. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába. Tehát eddig mindenfele mentünk, de a látomás, amit Isten adott, egy látást, egy víziót, akkor utána nyomban igyekeztünk, mert megértettük, hogy Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Három dologról szeretnék veletek ma beszélni. És ebbe benne van mind a három. Hogy ahhoz, hogy igazán hatékony életet tudjál élni, muszáj, hogy megértsd, hogy mi az Isten akarata a te életedre nézve. Hova hívott el téged Isten? Hol vagy? Hol szeretne Isten téged látni? Milyen ajándékokat kaptál? Milyen talentumaid vannak? Mi a te elhívásod? Mi az, amit Isten neked adott? Hol a te helyed? Hol akar téged Isten látni? Mert amikor megérted, akkor nyomban megértettük, és igyekeztünk, mert tudtuk, hogy oda hívott el Isten. Mert tudtuk, hogy erre hívott el Isten. Igaz? De amikor nem tudom, hogy hova megyek, érted? Akkor hogy vezessek oda másokat? Értitek? Nézzétek meg, amikor kiürülnek a gyülekezetek, vagy nincsenek ifin emberek, azért van, mert nincs látásunk. Mert azt sem tudják, hogy hova megyünk, mi sem tudjuk, hogy hova megyünk. Erre mondta az egyik lelkipásztor, hogy felszállnál olyan repülőre? Kedves utasaink, főközségbe az övőket, most elindulunk. Körözni fogunk, nem tudjuk, hogy hova, majd amikor az üzemanyag kezd fogyni, valahol le fogunk szállni. Kellemes utazást kíván. Felszállnál egy ilyen repülőre? Érted? Te járnál egy ilyen gyülibe? Te követnél egy ilyen vezetőt, akinek nincs látása? Szeretnél ilyen céltalan, céltévesztett életet? Akkor az első és a legfontosabb kulcs, értsd meg, hogy Isten téged mire hívott el. Hol a te helyed? Mi az, aminek Isten téged megteremtett, és akinek megváltott téged? Érted? Milyen képességeket, milyen ajándékokat adott neked az Úr? Hova hív? És a másik dolog, ami másik nagyon fontos dolog az elhívás után, hogy megérted azt, hogy mire is hívott el. Nem csak az, hogy hova, meg mi lesz az, hanem mi a legfontosabb feladat. Nyomban, azt mondja, megértett, elmentünk, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük az evangéliumot. A második pont az ez, hogy meg kell értsd az elhívásodat, hogy mi a te elhívásod, és amikor meg lesz az elhívásod, akkor vonzó lesz az életed. És akkor követni fognak mások. Érted? Főleg fiúknak mondom, de fiúk, hiszem azt, hogy egy férfi és egy nő egyenlő értékű Isten előtt. Hiszem azt, hogy az asszonyi bölcsesség építi a házat. Hiszem azt, hogy a segítőtársam nélkül nem lehetnék itt. De az is igaz, hogy egy férfi az Isten előtt azt a felelősséget kell hordozni, hogy van látása a kapcsolatról. Van látása a családjáról. Érted? És akkor Isten rád fog bízni valakit. Szeretnél párkapcsolatot? Akkor tudjad, hogy hova tartasz. Tudjad, hogy hova mész. Mire hívott el Isten? És akkor vonzó lesz az életed. Érted? És meg fogod találni azt, akivel kiegészül, és teljes lesz. És amire hív Isten, az, hogy hirdesd az evangéliumot. Jól hangzik, hogy iskolások vagyunk, vagy dolgozunk, de higgyétek el, hogy a legfontosabb, amiért Isten hív bennünket, hogy ott, ahol vagyunk, Jézus Krisztust képviseljük. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Az a baj, hogy ők nem tudják, hogy mit keresnek, ezért mindenhol keresik. Keresik a szexben, a párkapcsolatokban, a piában, a drogban, a buliban, a sorozatfüggőségben. Mindenhol keresik, de nem találják. Érted? És találkoztak hamis kereszténységgel, meg olyanokkal, akiknek semmi céljuk, semmi értelmük, és kiábrándultak, és azt hiszik, hogy nekik nem kell.
De nem igaz, mert valójában nekik Jézusra van szükségük. Értitek? Erre hívott el bennünket Isten, hogy hirdessük az evangéliumot. Tudod, miért jutottál be az egyetemre? Mert Isten azt akart, hogy itt legyél és hirdesd az evangéliumot. Tudod, miért kezdted el a középsulit? Mert Isten szeretne egy hívőt abba az osztályba, hogy imádkozzál a többiekért. Mondok nektek egy pár dolgot. Amikor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy akkor én nem egy ilyen lábtörlő vagyok, amiben minden ember beletörölheti a lábát, nem egy ilyen lelki szemetes láda, aki mindenki áttaposhat, mert én keresztény vagyok, és akkor minden nyeljek le, és velem bármit meg lehet csinálni. Akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy bocsánat, én Isten gyermeke vagyok, és Isten arra hívott el, hogy az evangéliumot képviseljem, és egy olyan értéket adott Isten, ami a világban nincs, és senki más nem fogja átadni, hiába van keresztény értékrendű kormányunk, azt se fogja átadni, értitek? Csak mi tudjuk átadni, hívők. Akkor megértettem, hogy akkor ezt kéne csinálni. Elkezdtem gondolkozni. Azon gondolkoztam, hogy van az, hogy Magyarországon a Hídgyülibe térnek meg sztárok, politikusok. Nálunk baptisták, na nem. Volt egy, de az is elhagyta az egyházunkat. Érted? Szóval mondom, hogy történhet ez? És jön a Kökény Attila Mórahalomra, és tart egy koncertet, és akkor azzal kezdő, hogy és ilyen életet éltem, és megtapasztaltam Isten szeretetét, rájöttem, hogy bűnös, elveszett vagyok, és megtapasztaltam, hogy Jézus hogy szeret engem, és meghalt értem, és volt. Világi koncerten elmondja az evangéliumot, elmondja, hogy ennél jobb dolog nincs, hogy Jézus követi, és bemerítkezett, és jár a Hídgyülibe, és így meg úgy, és folytatta az éneket. És senki nem ment el, képzeljétek el, senki nem ment el. Mindenki ott volt, és jó, aki részeg volt, az és részeg volt, bulizott ott elől, de megdöbbentett, hogy milyen egyszerűséggel, milyen bátorsággal ő megosztotta. Nem teologizált, 5 percben elmondta az egészet, hogy folytatta a dalokat. És azt mondtam, hogy ezek valódi megtérések. Uram, mit rontunk el? És azt mondta nekem Isten, nekem, tehát ne, ez nem másna mondta Isten, hanem ott rontom el, hogy pár embert máshogy kezelek. Jaj, hát ő neki nagyon jó az élete. Jaj, hát ő a főnököm. Jaj, hát ő a tanárom. Jaj, hát ő, nem is tudom kicsoda. Azt mondta Isten, mindenki ember, és mindenkinek szüksége van Jézusra. És azt mondtam, hogy oké, Uram, akkor megkeresem a polgármester urat. Jóba vagyunk, mert elég sok mindent csinálok Móra, most írtam neki. És akkor titkárnője mondta, hogy kapok egy időpontot, ezen a napon menjek be hozzá 7:30-ra, és akkor 7:30-tól 20 percen van. Jó, szuper, oké. Bementem, tegező viszonyban vagyunk, mondom neki, szia Zoltán, mondom, hogy vagy, mint vagy, jöttem, mondom megkérdezni, hogy vagy. Köszönöm, jól, térjünk a tárgyra. Mondom, hát ezért jöttem, hogy megkérdezem, hogy vagy, mi van veled? Jó, azt mondja nekem erre, nincs időm, térjünk rá a tárgyra. Hát mondom, de ezért jöttem, hogy megkérdezzem, hogy tudod, én lelkész vagyok, hogy mi van veled, mi van a lelkeddel, mondom, biztos, hogy... Azt mondja nekem, figyelj, nekem erre nincs időm, nekem menni kell. Mondom, biztos van időd, mert 20 percet kaptam, beírta a titkárnő. Mondom, úgyhogy biztos, hogy van 20 perc. Mondom neki, de tényleg, rám néz, azt mondja, most mondd el őszintén, miért jöttél. Mondom, ezért, hogy megkérdezem, hogy miért imádkozhatok a városért, és miért imádkozhatok, érted? Azt mondja nekem, figyelj, én katolikus vagyok. A plébános úr csak akkor jön el, ha pénz kell. Pénz kell? Mondom, nem kell félni. Akkor miért jöttél? 5 percet mondom neki, azért, mert érdekel, hogy mi van veled, és szeretnék érted imádkozni. Nem fogadta be. Érted? Te láttam rajta, hogy mondom neki, figyelj, nagyon gyönyörűen fejlődik a városunk, rendezettek a parkok, a közintézmények rendben vannak, nagyon jó hangulat, tele van kisgyerekes családdal, dinamikusan növekszik ez az egész, és tudom, hogy ebben neked mennyi munkád van. Szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok, érted? És azt vettem észre, hogy aki ennyi mindent oda tesz, a sok mindent feláldoz a magánéletéből és a családjából. És nem szeretném, hogy kiégjél, és nem szeretném, hogy tönkre menjél, én szeretnélek értékelni, és ez van a szívem, hogy szeretnék érted imádkozni. És szeretnék a városért is imádkozni. És akkor azt mondta nekem, hogy ilyet ő még nem hallott soha. De tőle ilyet nem kérdezett senki. Takodottam. És akkor elmondtam, miért? Jó. Elhibáztam, mert rájöttem, hogy ott kellett volna imádkozzak, nem otthon, de jövő héten találkozok vele megint. Mert ez a nyáron volt, és most megint mondtam, hogy kérdeztem tőle, hogy mondom,
két-három havonta csinálhatunk ebből a rendszert, hogy én jövök, és akkor beszélgetünk. Azt mondja, hát jó. Úgyhogy most majd megyek megint. Kaptam egy lehetőséget, hogy miért imádkozzak érte. És akkor fogom őket látogatni. Tehát sokszor, ugye, ha elkezdek egy beszélgetést, azt mondom, hogy lelkész, oké, tök jó, és akkor ott hagynak engem, érted? Egyszer mentem az egyik barátom házi buliába, és akkor itt van a pap! És akkor mindenki elhúzott a házi buliból, tényleg egy másik szóval, mert itt van a pap! Szóval nem mindig könnyű, de úgy voltam vele, akkor fordítsuk már, értetek, valahogy a Isten javára ezt, hogy akkor lelkész vagyok, ha már máshogy nem, legalább így. Szóval, és akkor el szoktam mondani, és beszélgetünk. És akkor kérdezem az embereket, figyelj, én lelki pásztor vagyok, azt tudod, mit jelent? Hogy a lelkekkel foglalkozok, hogy érdekel, hogy mi van veled. Tényleg. És akkor elkezdenek gondolkozni, és beszélgetünk, és látjátok? A feleségem ugyanígy mondja ezeket, hogy az egyik asszisztensnő, ezek ilyen nagyon személyes dolgok, amiket mi tapasztalunk az elmúlt hetekben, hónapokban. Bement egy beteg, egy néni, egy daganatos néni, nem sok ideje van már hátra, és szerette volna megköszönni a törődést, a segítséget, és vitt egy ilyen kis mai igét így becsomagolva, ajándékképpen egy kis csokival a doktornőnek, meg az asszisztensünek. És akkor így kidobták, hogy ez a szektás anyag, nekik nem kell. És akkor mondja a feleségem, hogy ez nem szektás anyag, ez tök jó dolgok vannak benne. Na micsoda? Ez keresztény, ez minden felekezet olvassa. Hát Bibliából vannak rövid részek, és mégis magyarázza ezeket. Hogy nagyon jó, és mutatja a feleségem, hogy nézd csak, nekem is van a telefonom ilyen program, ami hasonló, és ezek tök jó dolgok. És akkor ő eljött, és mondom neki, te figyelj, nem hoztad hazád, most hagytatod, kidobják. Azt mondja a feleségem, milyen okos. Szóval ott hagytam az asztalon, majd megnézem, hogy holnap ott lesz-e vagy nem, hát ha elvitte. És képzeljétek el, hazavitte az illető. És egy hét múlva mondja a feleségemnek, hogy azt mondja, belenézegettem, belelapozgattam abba, tényleg érdekes. De érted, hogy ott vagy, és pici-pici dolgokkal tudod formálni a környezetedet. Hogy imádkozol értük. Érted, hogy elmondod nekik. Ő nagyon fél, ő nagyon stresszel. Nem olyan, mint én bemegyek a boltba, beszélgetek ebben, avval, amavval. Tudjátok, a Bibliában van egy ilyen része, amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, hogy mondja, hogy ne vigyetek tarisznyát, se felső ruhát, se senkinek, ne köszönjetek. Szóval igen, soha nem értettem össze, hogy ne köszönjetek, hogy bunkók legyünk, hogy hello, Mark! Aztán rájöttem, hogy mit jelent ez, hogy ne köszönjetek. A feleségem elküld a boltba. Ha ő megy a boltba kenyérért, 5 perc. Ha én, akkor fél óra. Mondja, mi a különbség? Mondom azt, hogy megyek, és akkor hello, szia, igen, hogy vagy, mint vagy. És akkor jövök, és ott a kasszás néni, akinek fizetek, és mondom, hogy tetszik ma lenni, milyen volt a nap? Á, ne is kérdezz, á, így, és akkor már is beszélgetünk, aztán anyáznak ott hárman, akik várnak a sorba, hogy fizessék ki az egészet. Na tényleg vannak ilyenek. Még egy eszközt hagy mondjak nektek. Figyelek arra, amit az emberek mondanak. Nem arra koncentrálok, hogy én mit akarok mondani, hanem hogy ők mit mondanak. Amikor a Jehova tanúival vagy a mormonokkal beszélgetek, minthogyha agymosottakkal beszélnék, oda se figyelnek arra, amit mondok, ők csak akarják mondani, amit nekik el kell mondani. Én nem akarok szektás lenni. Én akarok a Szentléleknek a frissességében élni, én meg akarom érteni az elhívásomat, és tudni akarom, hogy mindig készen legyek arra, hogy ha kell, akkor át tudjam adni az evangéliumot. És ez nem csak az evangélisták, nem csak a lelkipásztorok feladata, hanem mindenkié. Egy evangélistának, egy pásztornak, egy apostolnak, egy tanítónak, egy prófétának, tudjátok mi a feladata? Hogy felkészítse a szenteket, akik ti vagytok, a szolgálat végzésére. Tehát mi nekünk nem kell csinálni, csak nektek. Látjátok? De nem, ez azt jelenti, hogy nekünk jó példával kell előjárni, de ez nem nekünk adatott kiváltság, hanem ez mindannyiunké. És mindannyian átélhettek olyan dolgokat, amiket én nem tudnék. Azt csak te tudod átélni. És amikor hazajön a feleségem, és elmondja, hogy képzeld, és elmondtam a kolléganőmnek, aki tiszta stressz, és hány gyógyszert szed, és elmondtam neki, hogy figyelj, Jézus meg tudná oldani az életedet. És tessék, itt egy Biblia. Kezd el olvasni. Betettem egy könyvjelzőt neked az Új Szövetséghez. Javaslom, hogy itt kezd el. Mert nekem Jézus megváltoztatta az életemet. Meghalt és föltámadott, és új életet adott, és egy tiszta lappal indulhatok.
És ennyit tudott mondani, és odaadta a kolléganőjének. És a kolléganője olvassa a Bibliát. Szombaton voltunk egy konferencián. Én olyan vagyok, hogy elkezdek beszélgetni az embereket, hamar értünk oda, szinte a legelsők között, és akkor hát, akik ott voltak, szia, hello, ki vagy, és akkor mondja a srác, hogy én XY vagyok, a keceli pünki gyűliből. Tényleg, mondom, hát nekem ott van ismerősöm. És akkor elkezdtük mondani, hogy kicsoda, ugyanis 8 évvel ezelőtt volt egy lány, aki beiratkozott Szegeden az egyetemre. És akkor mi ilyenkor igyekszünk kint lenni a beiratkozás időszakába, és ilyen túlélő csomagot osztani, de az csak az ürügy. A valóság az, hogy mi Jézusról szeretnénk velük beszélni, és az evangéliumot elmondani. De kapnak érte mappát, meg minden egyebet, hogy ott vannak. És elkezdtünk vele beszélni, és elmondtuk neki, hogy kicsoda Jézus, hogy mit tett, hogy meghalt, föltámadott, hogy bűnös, hogy Jézus nélkül úgy sincs lehetősége Istenhez menni, de a jó hír az, hogy Jézus megtett mindent, amit kell, az ő dolga az, hogy elfogadja, vagy nem. És eltelt 4 év, nem láttuk. Az utolsó évén, a 4. évébe nagyon összezuhant az élete, és eljött az egyetemi bibliakörbe, és eljött a gyülekezetünkbe is 3-szor vagy 4-szer. Adtunk neki egy ilyen kis Gedeon bibliát, ezt a kis kéket, hogy olvasgassa, és a lényeg az az, hogy elkezdte olvasni, de utána ő leállamvizsgázott, és hazament dolgozni. És lett egy munkatársa, egy pünkösdi munkatársa, aki meglátta nála a Bibliát, és elkezdett vele beszélni Jézusról. Jött 2 évvel ezelőtt egy üzenet, kedves gyülekezet, már minden, szeretnélek meghívni benneteket a bemerítkezésemre, megtértem, megismertem az Úr Jézust, és szeretném, hogy ott lennétek velem, és most várjál, most találkozok-e vele a srác, és azt mondja, hogy már most nem csak az emese van ott, hanem az emesének azóta megtért a nővére is. Halleluja! Ó, és tudjátok, mi a legjobb érzés? Az, hogy minden szeptember vagy 300 emberrel beszélgetünk. És tudjátok, hogy mennyire nem látunk bele a szívükbe, és nem látunk változást. És sokszor kérdezik tőlem az emberek, hogy 300, és hányan tértek meg? Hát, 1 vagy 2, aki nálunk van a gyűlőben. Most is van olyan, aki most fog bemerítkezni, aki 2 éve tért meg, mert kint voltunk, és beszélgettünk vele. És olyan jó látni, hogy 8 év után az Istennek az igéje, az evangélium olyan gyümölcsöt terem, hogy nem csak azt az egy embert menti meg, hanem a családjának a többi tagját is. Érted? Az, amikor látsz olyat, hogy beszélsz egy férfival, és megtér, és kijön az alkohol problémából, és elkezdi szeretni a feleségét, és a feleségével együtt eljönnek a gyülibe, és bőg a felesége, és azt mondja, hogy nem tudom, mi történt a férjemmel, de én is szeretném átélni. Mert megváltozott. Mert ilyen nem volt. És nem mi változtattuk meg, hanem Jézus Krisztus. Értitek? Hát bűn lenne nem elmondani ezt az evangéliumot, ezt az örömhírt. És eljön, és akkor azért imádkozik a két ember, hogy vajon a gyerekemnek hogy fog tetszeni, hogyha eljövünk a gyülibe. És akkor jön a gyerek is, és beépül a gyerek is a gyülibe. És akkor utána mondják az evangéliumot az egyik szülőnek, a másik szülőnek. Értitek? Erre mondom, hogy change maker, hogy erre hívott el Isten bennünket, hogy ilyen helyzetekbe tudjunk változtatni. És a történet folytatódik. Megértettük. Megértettük, hogy kik vagyunk mi. Megértettem, hogy nekem mi az elhívásom. Megértettem, hogy én ki vagyok Jézus Krisztus által, Isten szemébe. És amikor megértettem ezt, akkor megértettem, hogy arra hívott el Isten, hogy adjam tovább. Egyszerűen, nem görcsölve, szeretettel. Van egy másik hölgy, egy másik gyülekezetbe tért meg, aztán elkerült hozzánk. 30 éve, 40 éve hívő. Nem tért meg a férje. Képzeljétek el. Elkezdett hozzánk járni, mondtam, hogy ne térítkesd, ne győzködd, szeresd, imádkozz érte, és amikor van lehetőség, kedvesen, nagyon-nagyon röviden és tömören, mondd el, hogy mi érintett meg a Bibliából, mondd el, mi volt a gyülibe, mondd el a férjednek, hogy szereted őt, és nem akarod kihagyni az életed ebből a részéből. A férje azóta már, hogy 6-szor volt gyülibe. Mert azt mondja, hogy tök jó érzi magát, hogy végre nem traktálják, és tök érdekes dolgok. Nem jön el vasárnap, de mindig megnézi az online-t. Érted? És akkor tudja is, hogy ő miért nem volt, ő beteg volt, meg nem látta a felvételen. Érted? Tehát csak Isten tud ilyen változásokat hozni. De nem tudhatjuk. Tehát kívülről nem látszik az embereken. Érted?
Volt olyan, hogy én kívülről azt gondoltam valakin, hogy őt úgyse érdekli az egész. Emlékszem, utcai evangelizáción voltunk Debrecenben, és ilyen kis szórólapok voltak a kezünkbe, és ott volt egy nyilvános istentisztelet, egy ilyen sátoros istentisztelet kint a téren, és akkor közben hívogattuk az embereket, beszélgettünk velük, hát már ott elmondtuk nekik az evangéliumot, hogy kicsoda Jézus, mit tett, hogy hogy szereti őket Isten. Ugye az evangélium az erről szól, hogy van egy jó hír, hogy van egy mennyország, és Isten szeret bennünket. De a probléma az, hogy minden ember bűnös. És amíg én rámutatok egy ujjal, három ujjal meg rámutat, hogy érezzem a súlyát, hogy én is innen jöttem, és ne ítélkezzek, hanem együttérzéssel legyek vele. És ezt elmondjuk neki, és elmondjuk, hogy de Istennek van egy megoldása. A Szent Háromság, ugye Istennek, micsoda? A szövetség, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus, hogyha valaki hisz benne, ne halljon meg. Jézusnak meg kellett halnia, hogy a Szent Isten igazságát betöltse, de szeretett bennünket annyira, hogy megtegye, és aki hisz benne, és ez az utolsó, a legkisebb, mint a mustármag, de kell hozzá a hit, hogy aki hisz benne, és hittel befogadja őt, nem elég csak hinni aggyal, mert az ördögök is hiszik, hogy Isten van, és rettegésbe élnek, Jakab 2.19, ha kijegyzett el amiatt, tehát, hogy írjátok le, de nem erről beszélek, hanem arról, amit a János 1.12 mond, hogy aki befogadták őt, és hisznek az ő nevében, azokat felhatalmazta arra. Az ördögök bár hisznek Istenben, tudják, hogy létezik, de az ördög soha nem fogja tudni befogadni, átadni az irányítást. De te meg tudod tenni, és akkor fogsz onnan születni. És ezeket el szoktuk mondani, ezeket az üzeneteket az embereknek. És akkor így hívogattunk embereket, és akkor családok jöttek, öttök, és volt még egyetlen egy ilyen kis cetlén, hát gondoltam, odaadom valakinek, erre, akinél én ott aludtam, mondja nekem, már gyere már, mert most már mindjárt mennénk ebédelni, és akkor majd visszajövünk délután az Isten tiszteletre. Mondom, Mária, ezt az egyet még hagyjadjam oda valakinek. És próbáltam keresni, jött egy fickó, egy nagy darab fickó, ekkora, tényleg szó szerint ekkora ilyen nagy feszület, a nyakába, lófarok, minden. Mondom, fú, ennek nem adom oda. Tehát ez úgyse fogja érdekelni. És akkor jött a fickó, itt jön egy anyuka a kislánya, csókolom, meghívhatnám, nem, köszönöm, nem kérem. Ó, itt egy normális fiatal, hello, szia, nem, köszönöm. És akkor mondom, senki más nem volt, csak a fickó jön felé, errefele, minden. Hát mondom, mindegy, mondom, jó napot kívánok, meghívhatnánk esetleg egy eseményre. Már mi lesz ez? Micsoda? Ez valami ilyen hívőcúc? Gondoltam magam, persze, igen, így meg úgy. Na jó, odaadtam neki, mert mindegy, mentem ebédelni. Képzeljétek el, én meghívtam aznap, vagy nem tudom, 15 embert. Ő egyedül eljött, és hozta a feleségét. Pedig úgy evangelizáltam, mint Jónás Ninivébe, érted? Tehát, hogy nem volt nagy szeretet bennem. Meg előítélet volt bennem. És hirdették az evangéliumot, hogy Sanyi beszélt az evangéliumot, és akkor arról beszélt, de Jézus nem csak meghalt, hanem föltámadt és él. És esős idő volt, és képzeljétek el, amikor azt mondta, és föltámadt és él, mindenki látta, tehát nem csak én, oda megnyílt az ég, és tudjátok, egy ilyen pászma, egy ilyen fénysugár, hogy oda világított így a színpad elé. És akkor mondja Sanyi, hogy ha valaki most kész arra, hogy Jézus Krisztus befogadja az életébe, az jöjjön ide előre. És ez a fickó és a felesége előre ment. Hát halljátok, úgy bőgtem, hogy lehetek ilyen előítéletes, hogy majdnem miattam nem hozta meg ezt a döntést, mert én azt gondoltam, hogy neki úgy sincs rá szüksége, meg ő ezt fogja mondani, hogy. Értitek, hogy mit akarok mondani? Hogy Istennek van hatalma szíveket változtatni. Tudod, hogy mire hívott el téged Isten? Tudod, hogy miért vagy ott, ahol vagy? Azért, hogy képviseld Istent az evangéliummal. Vagy bocsánat, igen, hogy az evangélium által be tud mutatni, hogy ki ő. És van egy harmadik üzenetem, azt mondtam, hogy három van. Egyik az, hogy tudd az elhívásodat, másik az, hogy bármilyen helyzetben mi arra vagyunk elhívva, hogy ebből éljünk az evangéliumból. És a harmadik, amit akarok mondani, az pedig az, hogy Isten nélkül nem megy. És Isten nélkül nem kell csinálni. Figyelj, Isten nem azt mondja, hogy légy szíves, menj már oda, beszélj már vele, mert én most nem érek rá. Hanem hidd el, hogy ahova Isten téged küld, ő már ott van. Nagyon tetszik ez a mondat, hogy és oda hívott bennünket Isten. Mi a különbség a között, hogy küld, meg hogy hív? Mi a különbség a kettő között? Tessék? Ő már ott van. Menjél csak oda,
Én itt vagyok, te menjél. Ha azt mondom, hogy gyere ide, ide hívlak, akkor én már ott vagyok. A bárkánál is ugyanezt olvassuk, hogy Ív hívja Isten Noét és családját, hogy gyere be hozzám a bárkába. Ki volt bent a bárkába? Nézzétek meg, ezt mondja a Szentírás, ezt mondja. Isten ott volt bent. És hívja az embereket, ne ott legyél kint, ne a világban, ne a régi életedben, gyere ide be! És nézzétek csak, mi történik itt? Azt mondja, és tudtuk, hogy oda hívott minket Isten. Mert hiszem azt, amit Jézus mondta, hogy az én atyám mindez ideig cselekszik, munkálkodik, ezért én is munkálkodom, mondta Jézus. Én hiszem azt, hogy Isten elkezdte azt a munkát a szívekbe. És amikor megérkeznek Filippibe, és nem működik a zsinagógai evangelizáció, mert római település, és nincs zsidó diaszpóra, de csak zsidók vagyunk, ezért szombaton keresünk valahol, ahol imádkozni szoktak, imádkozunk, és hova vezeti őket Isten? Olyan emberekhez, akik keresik Istent. És hallgatott minket egy Lídia nevű Istenfél asszony, akinek Isten megnyitotta a szívét. Tehát ki az, aki munkálkodik az emberekbe? Isten. Értitek? Nem kell térítgessél senkit. Nem kell erőlködjél. Nem kell olyan dolgokról beszélj, amit nem éltél át. Csak amivel telve van a szíved, az fogja tudni szólni a szád. És ha megteltél a Szentlélekkel, ha megteltél az Istennek az igéjével, ha drága Úr Jézus ott él benned, akkor mindenhol elő fog jönni benned. Amikor te azt mondod valami, hogy hála Istennek, az másképp hat, mint hogyha hála Istennek valaki ezt mondja. És kettő között lesz különbség. Érted? És el tudod kezdeni a bizonságtételt. Mondtam nektek egy pici eszközt, amit én szoktam. Beszélgetek az emberekkel. Ez is most történt. Oda megyek, jövök ki az iskolából, a gyerekeim suliából, ahol tanítok, és akkor pont vége lett a szünetnek, és gyerekek bementek órára. És oda mentem, és mondom a portás néninek, hogy csokolom, Katin, hogy tetszik lenni? Hát, jól kéne legyek. Hát, jól. Mondom, de értitek ezt, hogy így mondjam? Most mit szoktak ilyenkor csinálni az emberek? Na örülök, csókolom, viszlát! Igaz? Én meg ötömentem, ó, Kati néni, hát mondom, ne tessék már haragudni, van egy 15 perc, de ez olyan furcsán hangzott, hogy örülni kéne, de nem. Most ez hogy? Hát nem akarom mondatni, de mondom, nem, tényleg, mert én nekem van 15 perc, most ráérek. Hát, hogy meghalt az öcsém, de közben a gyereke most fog megházasodni, ennek örülni kéne, hogy most mit csináljak. És akkor elkezdtem mondani, hogy de hogy miért van ez a sok rossz, miért ver engem az Isten, és itt tudom én, és mondom, Kati néni, jobb lenne, hogyha csak szomorú dolgok történnének. Tehát Isten szereti, és azt akarja, hogy ne. De lelkész úr, mondja meg, akkor miért szenvedek én? És akkor felsorolta az életét, hogy milyen rossz az élete, és mennyi fájdalom, és nehézség, és betegség. És hirtelen tényleg nem tudtam más mondani, csak annyit, hogy Kati néni, én hiszek a halálon túli életbe. Én hiszem azt, hogy nem mindenre kapunk itt választ, de tudom, hogy Jézus megígért, hogy örök életünk van. És én hiszem azt, hogy amit Kati néni most itt csinál, Isten azért tartja még itt Kati nénit életbe, mert Istennek terve van még magával. És azt akarja, hogy Istenhez jusson a mennybe. Elkezdett sírni. Tehát mondtam valami nagy teológiai dolgot, érted? Tehát, hogy tök egyszerű szavakkal mondtam, hebegtem, habogtam. Másik, amikor jár egy fiatal pár a gyülekezetünkbe, még nincsenek megtérve, de elkezdtek járni, meddőségi probléma, imádkoztunk, ikvek, stb. Páran hallottátok ezt, és akkor írnak nekem, hogy imádkozz kérlek értünk, mert vérzés van, és baj van, és fél időben valami nagyon nagy gond van, be kell menjünk a szülészetre, és imádkoztunk, és akkor jön az SMS, 3 óra múlva, már ne imádkozzatok, meghaltak a babák. És akkor felhívom a férfit, hogy most figyelj, szeretnétek, hogy bemenjek hozzátok a kórházba? Azt mondja, hogy igen, jó lesne. És akkor kérdezze a feleségem, és mit fogsz mondani? Mondom, semmit. De most komolyan, figyelj, nekem van 3 egészséges gyerekem, egyiket se veszítettük el, nem volt vetélésünk se, érted? Akkor most én okoskodjak, részvétem, tudom milyen érzés, nem tudom, és nem is akarom tudni, érted? Ez az igazság, ez a valóság, akkor hazudjak. Tudjátok, mit mondtam? Azt mondtam, nem tudom, oda megyek és meghallgatom őket, és imádkozni tudok. És fölmentem, és akkor ott voltak, érted? És mondja, hogy a feleségem a hibás, Isten a hibás, az orvos a hibás, én vagyok a hibás, az én hibám. És csak annyit tudtam mondani, hogy figyelj,
Lehet, hogy nem ma jönnek a válaszok. De azt tudom, hogy ha valaki ebből épésszel ki tud benneteket hozni, ez csak Jézus. És beszélget, és mondja nekem, tényleg hiszel abba, hogy a gyerekek a mennybe jutnak? Mondom, én hiszem. Hát akkor én is oda akarok jutni, ahol a két fiam van, és meg akarom fogni a kezüket, és találkozni akarok velük. Én is szeretnék oda jutni. És mondom, gyere, akkor adjuk át az életünket Jézusnak. És tényleg megtért. És talán pár napra rá Isten kegyelmével a felesége is. Tehát értitek? Senki nem fog tudni változást hozni egy ilyen családba, csak Jézus. És senki más nem fogja tudni ezt az örömüzenetet elmondani a gyászolónak, a szenvedőnek, a betegnek, a halálra ítéltnek, csak te, aki találkoztál Jézus Krisztussal. Megértetted, hogy ki hívott téged? Felfogod, hogy micsoda kincs az, amire ő meghívott? Tudod, hogy arra hívott, hogy ezt éld meg, és add át? És tudod, hogy ő ott van veled? És segíteni fog, és készíti a szíveket, és kipótolja az én ügyetlenségemet, meg a tiedet is. És ott van. Értitek? Hát ezt szerettem volna a szívetekre helyezni. Isten így lát benneteket. És amikor kicsit később a történetben még ott van egy filippi börtönőr, gondolj bele, előtte megverték Pálékat, megalázták, megszényítették, levették a ruháikat, és akkor kalodába zárták őket, és ott elkezdik Isten dicsérni. Ez nem normális, hogy akkor az ember hálát ad Istennek, meg dicséri Istent. És meg is jelenti az Isten jelenléte. És ez a fickó ott, a börtönőr, figyelj, a börtönőr nem kedves ember volt. Tehát nem olyan ember volt, aki finom, kedves. Nem az volt, hogy uram, húzza be a fejét, és üljön be a rendőrkocsiba. Neszette disznap, pőf. Érted? És verték, és semmiben nem vették ezeket az embereket. És gondolj be, amikor berohan ez az ember a sötétbe, érted? Akkor Pál apostolnak honnan a bánatból jut eszébe az, hogy is üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Mert biztos nem volt ott a felesége és a gyereke. Csak ez az Isten, akit Pál apostol követ, ez az Isten, aki elhívta Pál apostolt. Ez az Isten változásokat akar. Változásokat akar a családodba, változást akar a suliba, változást akar a munkahelyeden, változást akar a településen, változást akar az országba. Értitek? Én biztos vagyok benne, hogy ő szeretne változást. A kérdésem az, hogy készek vagyunk-e mi abba, hogy beleálljunk ebbe a kalandba. Meg kell fizessük az árat, de piszkosul. Mert oda kell szánjad az életedet, élő és szent áldozatul, ami tetszik az Istennek. Ez az Isten tisztelet. Az oltárra oda kell helyezned magad, és akkor fog jönni tűz, meg fog jönni szent lélek. De az áldozat nélkül nem, ha meg akarjuk spórolni. Úgyhogy szeretnélek erre hívni benneteket, hogy imádkozzunk és kérjük Istent, hogy állítson be bennünket oda, ami a mi elhívásunk. Szeretném Istenem tudni, mi az a látás, amit az én életemre adsz. Mi az a látás, amit a családomra adsz? Mi az a látás, amit az ifire adsz? Amit a gyülekezetre adsz? És be akarok állni, és a változást akarom munkálni. Készek vagytok-e, hogy megtapasztaljátok Istent a hétköznapokban, a hétvégéken? Ha igen, arra kérlek benneteket, hogy most imádkozzatok velem együtt. Arra kérlek benneteket, hogy menjünk Isten elé, és most úgy, ahogy vagyunk a szívünkben, némán, Isten előtt, mondjuk el neki, ha készek vagyunk, hogy ebbe beálljunk. Ha benne vagyunk, akkor meg kötelezzük el magunkat, hogy Uram, folytatni szeretném veled. Ha úgy vagy itt, hogy még te még nem ismerted meg Jézust, hát akkor Jézus hív téged, mint Mátét, a vámszedőt. Máté, aki lévita volt, aki hívő családba született, és mindent tudott a törvényről, de még nem ismerte Jézust. Meglátta a vámnál, és nem egy bűnös látott, hanem egy embert, Máté 9:9. És meglátott ott ülni egy embert, és azt mondta, gyere és kövess engem. Jézus neked is mondja ezt. Úgyhogy hívok mindenkit. Tehát itt nincs olyan, hogy csak a hívő, meg csak a nem hívő. Ha kész a szíved arra, hogy Jézus Krisztust kövesd, velem együtt én őt követem. Tehát ne engem kövessél, ne a Lórit kövesd, ne a Márkot, ne a többieket. Én erre hívlak. Így kérlek benneteket, hogy akkor imádkozzunk ezért. Egy picit, egy pár percig maradjunk csöndbe, és így menjünk Isten elé.
Köszönöm, Úr Jézus, hogy elhívtál, hogy most bolondot csináljak magamból azért, hogy rád mutathassak, hogy tüzet gyújthass a szívekbe. Köszönöm, hogy te vagy az, aki az igehirdetés bolondsága által akarsz bennünket megszabadítani, megmenteni. Köszönöm, hogy ezt az egyszerű, de nagyszerű üzenetet ránk bíztad. Köszönöm, hogy ma is szeretnél elhívni embereket, hogy álljanak be ebbe a szent munkába, hogy legyen jó szakember, hogy a tanulmányai mellett ott képviselje Jézust, hogy a családja megváltozzon, hogy megváltozzanak a körülötte lévő emberek, a kollégiumban a lakótársai, a gyülekezeti kultúránk, az életünk, Istenem. Lehet, hogy valakit elhívsz arra, hogy álljon be komolyabban egy-egy szolgálatba, és elhívod evangélistának, gyülekezetplántálónak, pásztornak, Uram. Te tudod, hogy kit, mire, hogyan. És köszönöm, Uram, hogy ma azokat is keresed, akik még eltévedtek, és hívod őket, hogy akik az életre választottak, hogy ma ide jöjjenek hozzád, és megtapasztalják a te szeretetedet, a bűnbocsánatot, átérezzék ennek a súlyát, hogy bár ingyen van, de iszonyatosan drága. És azért ingyenes, mert nem tudnánk megfizetni. Csak te tudtad megfizetni, hogy meghaltál értünk, és föltámadtál. Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy szereted ezeket a fiatalokat, és szeretnék értük imádkozni, hogy hozd a szívükbe elő ezt a döntést. És Úr Jézus, most szeretnék tényleg azokért is imádkozni, akik ezt a döntést ma meghozták, hogy bátor szívvel merjenek megszólítani téged, és mondják el, hogy Úr Jézus, itt vagyok, és neked adom az egész életemet. És nem akarok bele semmit megtartani. Köszönöm, hogy meghaltál értem, és köszönöm, hogy föltámadtál. Köszönöm, hogy örök életem van. Köszönöm, Uram, hogy mostantól édesapám lett az Isten. Köszönöm, hogy kiárasztod rám a te szent lelkedet. Ezért kérlek, hogy vezesd és urald az én életemet. Uram, ezért imádkozom, hogy ez mindannyiunk életében, akik itt vagyunk, legyen valóság, hogy ne csak elmélet, hanem a szívünket járját, mozgassa meg, hogy bárhova nyúlunk, Uram, tényleg, ahol lehet mérni a pulzusunkat, a nyakunkon, a kezünken, mindenhol az dobogjon, hogy evangélium. Hogy mit tettél értünk, és így tudjunk élni, így tudjuk átadni másoknak. Köszönöm, hogy meghallgattál, Atyám, Jézus Krisztusért. Amen. Amen. Amen.